53,9 millió forintból valósult meg a közel három hónapon át tartott rekonstrukció a Piszek út téren. A beruházás első építési üteme az önkormányzat saját forrásából jött létre, a Duna Aszfalt Kft. Kivitelezésének köszönhetően. A Klapka és a Fecske utca közötti területen egy parkolót alakítottak ki, ahol egyirányú közlekedési rend van érvényben, így a megközelítés már csak a Fűzfa utcából lehetséges. A parkolási területen biztosítva lesz, hogy esetenként autóbuszok is megállhassanak. A parkoló kialakítását a Fűzfa és a Klapka utca, valamint a Fűzfa és a Fecske utca csatlakozásainak forgalmi helyzetének rendezése követi majd. Az építés második ütemében zöld felületszigeteket létesítenek, de a tervek között szerepel egy csobogó és ivókút kialakítása is.